Valentin Péter rajzoktató és csapata már lelkesen rajzolgat itt, kisebbek és nagyobbak egyaránt, mégpedig nagyon szép rajzok születnek. Mi a különlegesség ennek a jobbágyféltekés rajzolásnak, amiről olyan sokat hallunk, de még talán nem ismerjük elég mélyen? Alapvetően, amit a jobbágyféltekés módszertan ad, hogy látásmódot változtatunk, tehát nem igazán az kell a realisztikus rajzolás elsajátításához, hogy kézügyességünk legyen, hanem hogy hogyan nézünk a dolgokra, hogyan látjuk meg azokat a formákat, színeket, amikkel utána le tudjuk rajzolni. Ezt adja meg a módszertan. Mitől jobbágyféltekés ez? Annak idején, mikor ez kialakult, akkor egy pszichológus agykutató tett egy olyan felfedezést, hogy az agyféltekékben különböző területek vannak, és mindegyik más-más tevékenységért felelős, azaz van egy olyan rész az agyunkban, ami a mozgásért felelős, van egy, ami a beszédés, van egy, ami a rajzhoz kapcsolódó vizuális észlelésért, és annó ezt ő a jobb agyféltekébe helyezte el ezt a központot, és innen származik az elnevezés. De hogy egyébként nem azt használjuk így a hétköznapokban mi, hogy nem jó helyet használunk, hogyha nem tudunk annyira rajzolni? De a jobb agyféltekénket használjuk, amikor rajzolunk. Alapvetően azt gondolom, hogy mind a két agyféltekénkre szükség van, tehát hogy integrált aggyal gondolkodunk. Amikor a jobb agyféltekés rajzolással rajzolunk, akkor leginkább a jobb agyféltekénket. És most ugye minden korosztályból hoztunk egy-egy képviselőt, hoztunk egy Mírát, Ovis korosztályt, a Nórit, mint kisiskolás, Bálint, mint felső tagozatos nagyiskolás, és Ferkó, mint már gimnazista. Mindegyikőjükkel meg lehet mutatni azt, hogy a saját készségű szintjükön ők mire képesek a rajztudásban. A Ferkó már tudja azt, hogy realisztikus portrét tud rajzolni, és a kamera meg tudja mutatni, hogy mi az, amit rajzol. Bálint már realisztikusan tud állatot rajzolni. A Nórinál már lehet azt a rajzkészséget fejleszteni, hogy tud oda koncentrálva figyelmesen rajzolni. Az óvis korosztályban pedig azt lehet már csinálni, hogy körökből, négyzetekből, ellipszisekből fel lehet építeni figurákat, állatokat, mint tigrist, autót. Ez az, ami fejleszti az óvisoknál a kézügyességet, megalapozza azt, hogy később tudjanak kézzel írottan folyóírással írni. Másképp fejleszt, vagy jobban fejleszt ez, mint az, hogyha ők maguktól, vagy ahogy a jobbágyféltekes rajzolást nem ismerő uvónéninek a szárnyai alatt rajzolgatnak? Legtöbbször az a probléma, hogy nem rajzolnak mostanában a gyerekek. A Mira csoportjában is az óvisoknál a konkrétan probléma az, hogy a gyerekek nem rajzolnak. Ez egy olyan módszer, amiben meg lehet szerettetni a rajzolást a gyerekekkel. Tudunk nekik mutatni egy-két trükköt, amiből ők már aztán el tudnak indulni. Tehát tudom mondani azt mondjuk a Mirának, hogy rajzoljunk 5 kört úgy, hogy legyen abból egy virág, vagy rajzoljunk 5 kört úgy, hogy abból legyen egy hóember. Tehát meg tudunk nekik mutatni lépéseket, amiből aztán el tudnak indulni, és meg lesz a sikerélményük a rajzolásban. És hogyha ilyen kicsi korban nem kapcsolódott be, és nem szeretett meg rajzolni, akkor akár felnőtt korban is megszeretheti? Igen. Természetesen. És akkor is elindít valami új folyamatokat az agyában, a gondolkodás módjában, vagy a koncentrációjában? Ez mindig az. Bármilyen korban el lehet ezt kezdeni. Hát a felnőtt tanfolyamokon ott nyugdíjas, 80 év feletti nyugdíjasok is szoktak lenni, de egészen a 15-16 éves korosztálytól bármikor el lehet indítani ezt a folyamatot, hiszen ami ehhez a rajzoláshoz kell, azok a készségek bennünk vannak, mi azt tanítjuk meg, hogy hogyan kell ezeket előhívni, használni, ezeket a rejtett készségeket. És egy kicsit rajzoljunk, nézzünk vissza a fiatalok, hogy haladtak el a bagollyal, illetve kinek milyen feladata volt, mit kellett, mit lehetett megrajzolni. Na mutassátok fel, legyetek szívesek. Mit végeztetek? Jó. Arra hát igen. Te is? Már egészen komoly műalkotások születtek. Nagyon-nagyon szépen. Gyönyörű. Mire a tiéd? Merre van? Megérzem, gyönyörű. Kifejezze. Ilyen kockába rajzolósat én is csináltam gyerekkoromban. Ez kifejezetten mit fejleszt? Koncentrációt, figyelmet,
kér a formák felismerését, minden olyan vizuális dolgot, ami ahhoz kell, hogy ne csak felismerjük, hanem utána meg is tudjuk rajzolni. Úgyhogy ilyenkor nagyon nagy mértékben oda kell figyelni. Pár perc alatt meg lehet ezt csinálni, tehát nem tart hosszú ideig. Óvodás, kisiskolás korosztály ezt nagyon könnyen meg tudja csinálni. Mire te hány éves vagy? 5 éves vagy. Kell nekik már a vonalon belül maradni a színezésnél? Igen. Mert a kis óvodásoknak ez nem kötelező. Érdemes benne maradni a vonalban. Ő most már csak színez, mert most már azt mondta, hogy neki megrajzolt 4-et, ő neki már a rétesre fáj a foga. Teljesen igaza van. Tökéletesen igaza van. Jó. Mennyi idő alatt lehet ezt elsajátítani? Vagy ez egy örök tanulási folyamat? Nem, pár nap alatt meg lehet tanulni. Tehát hogyha az egész napot rá tudja valaki számni, akkor 3-4 nap alatt elsajátítható ez a tudás. Maga a realisztikus rajzolás, amit a fiúk csináltak, ehhez kell 4 nap. Az óvodás dolgok azok inkább kevesebb óraszámban, tehát ott ilyen egy hét délelőtt rajzolgatunk típusú dolgok működnek inkább. Beszéltünk arról ugye, hogy a látásmódja változik meg az embernek, hogyha elsajátítja a jobb agyféltekés rajzolásnak a technikáját, de ezt én nem értem, megmondom őszintén. Tehát lehet erre egy példát mondani? Mi az, amit máshogy látunk, hogyha ezt tudjuk, vagy máshogy nézünk? Másra kell koncentrálni. Van egy, úgymond egy ilyen fogalom ebben a jobb agyféltekés rajzolásban, hogy negatív tér, és igazából a negatív tér alatt értjük azt, ami minden, ami a lerajzolandó objektum vagy tárgy mögött, között van. És igazából ezekre a negatív terekre kell figyelni. Elsősorban azért, mert ezek a negatív terek általában egy olyan megfoghatatlan amorf formák, ami semmire sem hasonlít, és nincs a balagyféltekénkben egy sablon arra, hogy azt lerajzoljuk. Kénytelenek vagyunk megfigyelni, és ha megfigyeljük, akkor már le tudjuk rajzolni, és a negatív terekből fel tudjuk építeni a realisztikus életű rajzot. Most pár nappal ezelőtt mondta pont egy tanuló, hogy képzeljem el, ahogy jött az utcán, nem a fát látta, meg az ágakat, meg a leveleket, hanem a lukakat közte. És akkor mondtam, hogy na most kattant át az agyad. Ez a más látásmód, amiről beszélünk. Nem, neki legyen a fának egy ilyen alkalommal. Néha ez is előfordul. Nem látja a fától az erdőt. Köszönjük szépen, hogy ezt megismerhettük. Nagyon izgalmas volt.